Örök igazságban hiszek, 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 magyar Így szól a Magyar Hiszek egy, sziklai szerén a három sorosa. A járványügyi helyzetnek megfelelő szűk keretek között emlékeztek a Magyar Hiszeket szerzőjének, papvári elemérné sziklai szerénának 140. születésnapjára szülőfalujában a Szepsihez közeli Jánokon. Főművét generációk mondták, szavalták, a horti korszakban pedig a magyar nemzet imájának nevezték. Szerzőjét azonban kevesen ismerik. A költőnő 1881. április 18-án született Jánokon, miután házasságot kötött papvári elemi tábornokkal, azután került Budapestre. Magyarország feldarabolása után tevékenységét a Nemzeti Összetartozás eszméjének éltetése jellemezte. Jánokon egy pár éve újra felfedezték a falu szülöttének, sziklai szerén a nagyságát, és verseinek közösség formáló erejét. Ez konkrétan Jának példáján is, mióta ezt a Sziklai Szeréna dolgot folytassuk, rengeteg új kapcsolatunk, rengeteg új barátunk, és, és nagyon sok közös együttműködésünk van, más, sokkal nagyobb városokkal, mint mi. Egy határon átnyúló projektnek köszönhetően többek között az önkormányzat Sziklai Emlékszobát, illetve kutatóközpontot létesít a Kanyaptamenti településen. Szeréna édesapja, Sziklai Ede, Abaúj Tornavár megye főispánja volt. Az itt látható sírkertben a családtagok nyugszanak. Szeréna hírnevét mégsem a nagy elődöknek, hanem saját tehetségének köszönheti. Amikor a Védőliga Szövetsége pályázatot hirdetett egy rövid ima vagy jelszó megírására, amely a magyarság akkori, a trianoni veszteség okozta életérzését volt hivatott kifejezni, Sziklai Szerén a költeménye a magyar hiszeket nyerte el a pályadíjat. Később Fohászát versébővítette, amelyet hitvallás címen ismerhetünk. A költőnő 1923-ban Budapesten hunyt el, ott is van eltemetve. 2013-ban Jánokon emlékoszlopot állítottak tiszteletére. 2013-ban ennek az emlékoszlopnak a felállításával kezdődött a Szeréna kultusz ápolása falunkban. Augusztusban egy Szeréna emlékszobát adunk át. Valamint elkészül akkorra szeréna kültéri szobra is, melyet itt, ezen a helyen fogunk elhelyezni. Kötelességünknek tartjuk, hogy ápoljuk szellemiségét, mivel Istenbe vetett hite összetartja nemzetünket, és ezt tartjuk szem előtt. Aki ma betér a közel 600 lelkes faluba, már nem találja meg a sziklai család leszármazottait, az egykori kúriájukat sem, de megtalálja azokat a jó embereket, akik ápolják a magyar örökséget valamint még fel lehet iratkozni azokra a tematikus nyári kirándulásokra, amiket Sziklai Szeréna egykori ténykedése köré szerveznek.